A Jobbik színeiben politizáló európai parlamenti képviselő Morvai Krisztina látogatott Makóra múlt szombaton. A Hagymaházban tartott Szíved Joga országjáró fórumának első állomása Makó volt, ahol a társadalom több rétegétől gyűjtött információkat és információkat adott az alapvető emberi jogokról is. Az emberekkel találkozunk, ezért vagyunk politikusok, hogy képviselőként az embereket képviseljük. Azt hiszem, hogy nagyon sok magyar emberrel együtt elegem van abból, amit politika címszó alatt többnyire megy, abból a személyeskedésből, és abból az egész helyzetből, hogy nem igazán jobboldal és baloldal között van most már az ellentét, hanem a politikusok és az emberek között van hatalmas szakadék, amit én úgy tartok helyesnek legyőzni, hogy megkérdezem a kisgazdákat, hogy mi a helyzet most velük az értékesítési lehetőségekkel, európai parlamenti képviselőként ugye tudnom kell azt, hogy például ezek a szankciók milyen hatással vannak rájuk. Szeretnék találkozni kisvállalkozókkal, hiszen a vállalkozáshoz való jog is alapvető emberi jog. Hogyan gyakorolják ezt manapság Magyarországon? Mert hogy ez az egész egy alapvetően jogias megközelítésű országjárás. Én is jogi dolgokról mesélnék, munkavállalói jogokról például, mint emberi jogokról, élelmiszer önrendelkezéshez való jogról, mint a gazdáknak, a helyi gazdáknak a jogáról, vállalkozáshoz való jogról, mint a magyar kisvállalkozóknak a jogairól, bűncselekmények áldozatainak a jogairól. Tehát én is mesélnék bizonyos jogi összefüggésekről, próbálnám arra szoktatni az embereket, hogy nem ők vannak az államért, hanem az államban őértük, és hogy minden egyes ember arra született, hogy valahonnan valahova tartson az élete, legyen egy életcélja, és az emberi méltóság kell, és a közjó kell, hogy legyen a gondolkodásnak és a döntéshozatalnak a középpontjában, és ezt egyfajta emberi jogias megközelítéssel szeretném az emberekkel elhitetni, hogy igen, vannak jogai, és az embereket pedig hallgatni szeretném, tehát szeretném hallgatni az ő történeteiket, hogy tudjam, hogy miről szólaljak fel az Európai Parlamentben, Brüsszelben, illetőleg Strasbourgban. Morvai Krisztina felhívta a figyelmet a választáshoz való joghoz. Az emberi méltóságnak a része, hogy nem velünk történnek csak a dolgok, tehát hogy hagyjuk, hogy megtörténjenek velünk a dolgok, hanem mi is befolyásoljuk a dolgokat körülöttünk. És az, hogy a közösségünk milyen irányba megy az elkövetkező időkben, elkövetkező években, arra nekünk igenis hatással kell lennünk. Politikusoknak meg az a kötelezettségük, hogy ne saját magukról, illetve egymásról beszéljenek folyamatosan, hanem értékrendekről, illetőleg, hogy a politikusok időről időre beszámoljanak arról, hogy az legutolsó választás óta mit is tettek le az asztalra. Én például ezt kötelezettségemnek érzem, és ezért is mindig járom az országot, hogy elmondjam, hogy eddig mit tettem, begyűjtsem az információkat azzal kapcsolatban, hogy ez után mit tegyek, és akkor az embereknek legyen egy tényleges felvilágosult lehetőségük arról, hogy választhassanak.